Ahhoz, hogy ebben a mai világban, ahol ilyen rohanó élet van, ahol Facebooknak a mindenhatóság alatt és soha nem látott magányosságban élnek az emberek, vissza kell nyúlni ennyi időt, hogy az emberek észhez kapjanak? Nem azért kell ide nyúlni, hanem azért kell ide nyúlni, mert ez egy remek mű. Tehát a színészeknek is fontos, hogy néha játszanak ilyet, hogy megfürödjenek ebbe a gondtalan, csodás világban, és a saját temperamentumukat, a vérkeringésüket fölpesdítsék. És ugyanezen szempontból fontos a közönségnek is, hogy néha lásson egy ilyen egészen különleges és első ránézésre idegen világot, hiszen ez Olaszország, halászok közt játszódik, 300 évvel ezelőtt, tehát mi közünk van nekünk ehhez, de van közünk nekünk. Ehhez, mert hogy ezek pontosan ugyanolyanok, mint mi. A hölgyek ugye otthon maradnak, és otthon szépen teszik a dolgukat, a mindennapok kellemes kis sodrásában, ugye csipkeveréssel foglalkoznak, rendezgetik a portát, a házat, hát finom napsütötte déli, finom nap és szél, tehát ez abszolút szép varázsolja őket, és a várakozás, a vágyakozás a férfi embereik iránt, hogy annyira várják, hogy végre megjöjjenek az embereik, hogy ez feltölti őket, és ettől frissek lesznek, szép. Szépek és üték. Megengedni, elküldeném ezt a kosárba, az majszos halad a nagyságos úrnak. Na de hát tengerész emberek, szeretjük őket. Tehát én temperamentumos vagyok, de mondjuk a gesztikulálásokat, hogy az annyira van mozgatva a kéz, az mondjuk külön oda kellett rá figyelni. Tehát mindig szólni, hogy jó, gesztikulálj, hát most már nagyon megy, tehát az a része. No, csak meg mi tudják az embereik, hogy megint összekapjuk. Én egy-kettőre felfordjanok, egy-kettőre megkétjélek, na. Karcsibában jobban bízok, mint a fogkefébe, úgyhogy nehéz szakma. Ilyeneket is el kell tűrni, hogy hajszárítózzák az ember fogát. És aki hozzá, akkor még egyszer van. Az biztos. Arra mondom, beleesett az enyémből az alibára, tumáj fönn a helyon, a szigájába vettem kicsikét, de biztos nem érányom, tenni még egy tumáját, és akkor mint a puskapor. De hogy sem mit nem értetem, mert nem arrosok, hogy ezt elég, csak ide valós hiba útra. Én elkezdtem magamnak sminkelni, de meg kell valami, Karcsi bácsi fejezi be, mert a kis bajszomat azt mindig ő csinálja. A szenzációsan sikerült a bajszod egyébként. Kis József rendező egyszer csak azt mondta, hogy legyen egy ilyen bajusz, legyen egy kicsikét elemelve ez a figura. És azért fontos a színház, mert ide bejönnek az emberek, és azt mondja, hogy jaj, hát persze, hát én is ilyen vagyok, hát én is gyerek vagyok, hát én is így szoktam csinálni, és megnyugszik, és földerül, és ezek a rárakodott, kemény, érzelmi, tompító rétegek, ezek így megrepedeznek a színházban. Jó esetben le is pattannak, és mire kijön, addigra egy egészen más ember is egészen másképp reagál, mint az előtt, mielőtt bement volna. Ez a színház lényege.